délután 4 órától kezdődő gyermek istentiszteleti alkalmunkra a gyülekezetnek a karácsony fáját a városunk óvodásai és kisiskolásai díszítették föl, ezeket a szép díszeket ők készítették mindannyiunk örömére és minden nyomnak a megörvendeztetésére. Efelől néhány szóval megtisztel bennünket dr. Kartos Gábor alpolgármester úr, aki ennek az egész történetnek a folyamatában beírtak bennünket, fogadjuk szeretettel az ő köszöntő szavaihoz néhány gondolatát, nyugodtan tessék. Legelőször is szeretném megköszönni, hogy lehetőséget és helyet biztosítottak ennek az alkalomnak. Most már évek óta visszatérő program ez, hogy adventi időszakban az önkormányzat Humán Erőforrás és Közoktatási Bizottsága egy kis versenyt hirdet a gyerekeknek, és különböző ilyen adventi időszakra jellemző készülődés, fizikai készülődés van ugye a lelki mellett. Azért örülök ennek én személy szerint nagyon, mert ugye ez a karácsony, ez keresztényeknek egyforma ünnep, és mondjuk azt, hogy talán a család ünnepe és a legnagyobb üzenete ugye a szeretet. És egy kicsit ezt a családnak a körét, hogyha ki tudjuk bővíteni, és itt és egy nagyobb család készülődik együtt a karácsonyra, és talán a legnagyobb dicsősége ugye a gyerekeknek nem a jutalom, hanem az, hogy itt lehet a református templomba az ő díszük, és egész karácsony ünnepségek, itt van. És végezetül pedig szeretném megköszönni a Humán Erőforrás és Közoktatási Bizottságnak ezt a nagyszerű kezdeményezését, és úgy tudom, hogy jövőre is folytatódik, úgyhogy gratulálok hozzá. Az adventi készülődés jegyében bizottságunk a hagyományokhoz méltón meghirdette pályázatát Karácsonyi Varázslat címmel, melyre karácsonyfa díszeket készíthettek a résztvevők. Négy intézményünk, a Bóbita óvoda, a Damjanics János Általános Iskola, a Hétszínvirág óvoda, valamint a Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és pedagógusai lettek meg minket szebbnél szebb alkotásukkal, melyeket itt ezen a csodás fenyőfán láthatnak. Kérem Önöket, hogy az Isten tisztelet végén tekintsék meg közelebbről is. Néhány darabot a Szent István Római Katolikus templomban helyeztünk el, hogy az ott Szent Misén résztvevők is tekinthessenek meg a kiállított munkákból. A készítők az Isten tisztelet után vehetik majd át ajándékaikat, akik nem tudnak itt részt venni, személyesen visszük el nekik majd. Valamint a kis munkákat is, a karácsonyfa bontás után vízkeresztből személyesen visszük majd vissza a készítőknek, ahogyan tettük ezt az elmúlt években is. Köszönöm a résztvevőknek, hogy sikeresítették immár harmadik alkalommal ezt a rendezvényt. Köszönöm az egyházak képviselőinek, hogy helyt adtak a rendezvénynek. Köszönöm támogatóinknak, akik segítették létrejöttét, dr. Kardos Gábor alpolgármester úrnak, Karádi Zsuzsanna a bizottság külső tagjának, valamint Vajda Tamás vállalkozónak. Áldott békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek, és kérem Önöket, hogy az Isten tisztelet után tekintsék meg közelebbről a kiállított kis munkákat. A jövő esztendőben szándékunkban áll mécsestartót, gyertyatartót, illetve gyertyát készíteni. Kérem, figyeljék majd hirdetéseinket, és jelentkezzenek minél többen alkotásaikkal. Köszönöm, hogy meghallgattak.